Össze is foglaltuk ennek a ma estének az üzenetét. Azt énekeltük az utolsó mondba, a szeretet Jézus Krisztus. És akkor énekelted ezt az éneket, nem tudom, hogy nem fogalmazódott meg benned az, hogy hát erre vágyok. Erre van szükségem, erre szomjazom. És erről szeretnék ma nektek szólni történet alapján. Erről a szeretetről, Jézus Krisztusról, és hogyan lehet ezzel találkozni. És nagyon bízom abban, hogy ma este is fogunk vele találkozni. Lukács evangélium a 7. részéből olvasom Isten igéjét, a 36. verst, az 50. versig. Olyan szépen ültünk itt végig, hogy talán jó lenne megmozdulni egy kicsit. Álljunk föl is, úgy hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangélium a 7. részéből, 36-tól 50-ig. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házában vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögött a lábánál sírva, és könnyével kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és menkedte olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Jézus ezt mondta, egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg? Ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet? Ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Annyira méltatlan vagyok arra, hogy beszéljek, hogy szóljak, és tudom azt, hogy nem az én szavamra ma itt szükség, hanem a te szavadra van nekem is szükségem, mindazokkal együtt, akik eljöttünk ide. Köszönjük ezt a történetet, hogy ez megtörtént veled itt a földön, és köszönjük, hogy drága Szentlélek Isten, fel tudod nekünk ragyogtatni ma a fiút, be tudod mutatni az Isten szeretetét, ami Jézus Krisztusban jelent meg. Kérlek, jöjj, és engedd megértünk ezt a történetet szívünkkel, és kérlek, Uram, hadd tudjuk ezt a példázatot jól befejezni ma este mindannyian. Amen. Foglaljatok helyet. Mielőtt belevágnék a történetbe, a végére lapozok. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Nem tudom, hogy te hogy jöttél ide,
De azt sejtem, hogy ez a nő hogy jött oda. Tele félelmekkel, nyugtalansággal, írdatlan sok bűnnel, fájdalommal, kihasználtsággal. És Jézus azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, a hited megtartott téged, menj el békessége. És hadd mondjam nektek azt, hogy miközben nagy koronavírus razia van a világon, és nagyon-nagyon haragszom a médiára azért, mert nagyon felfújja, és nagyon haragszok a pánikkeltőkre, mert higgyétek el, hogy az emberiség valóban egy veszélyeztetett faj, de a legnagyobb problémának az emberiségnek nem a koronavírus. Van egy olyan vírus, ami azóta szedi az áldozatait, mióta kijöttünk az Édenkertbe, mióta lázadtunk Isten ellen, mióta bűn elszakított minket Istentől, szembefordított minket Istennel, szembefordított minket egymással, és szembefordított minket magunkkal. És el kell azt mondjam nektek, hogyha fizikailag, materiálisan láthatóvá válna a földünkön a bűn, amit elkövet ez a 7 milliárd ember, és az eddig élt ember, akkor bizony a Monteverest nem látszana ki, ami bűneink mocska szennye tengeréből nem tudnak kiemelkedni, olyan sok lenne, és Isten ezt látja. És higgyétek el, az ő házasságok mennek tönkre, az ő kapcsolatok mennek tönkre, az, hogy emberek nem tudnak békességben élni, az, hogy gyűlölik egymást emberek, az, hogy emberek hazudnak, lapnak, csalnak, paráználkodnak, az, hogy mindenféle szenvedélynek a függőségében élnek rabságában emberek, ez sokkal nagyobb probléma. Ez mind azt mutatja, hogy a bűn szedi az áldozatait. És sokkal többet szed. És hadd mondjam nektek, a koronavírus hát legfeljebb fizika halált okoz, de a bűn a szellemi halált okoz. A bűn az elszakít, az a kapcsolatok halálát okozza. Amikor valakinek van mindenki és nincs senki, eszembe jut egy bácsi, már a mennybe van, mi gondoztuk a gyülekezettel el, ideg összeroppanásról érkezett hozzánk a gyülekezetbe, és kérdeztem, hogy János bátyám, szüleid vannak? Van, de haragban vagyunk. Feleséged van? Van, de elváltunk. Gyereked van? Van, de haragban vagyunk. És elmondta, hogy mikor elvált tőle a feleség, akkor nem bírt, és begyógyszerezte magát, így kötött ki a kórházba. És sose lett egy nagyon fit, egészséges ember, de sikerült neki lakást szerezni, nem vált hallegtalanná, sikerült rokkanyugdít intézni neki, és látogattuk őt kb. 8 éven keresztül, és néhány évet temettem el, és eljöttek azok a rokonok. És elmondtam a János bácsi, figyelj ide, próbálj megbékülni szüleiddel, és megbékült a szüleivel, a testvéreivel, és sajnos a lányával nem tudta már rendezni a kapcsolatát. Értitek? Tehát a bűn az egy sokkal rettenetesebb vírus, és az a gond, hogy örök kározatot okoz. Nem csak fizikai halált okoz, nem csak a földre, hogy a kapcsolatodat szédulja és tönkreteszi az életedet, hanem kihat a halálod után életed, ez a szörnyű benne. És erről nem szól senki, nem beszélnek naponta, senki nem ütiz a maszka, hogy ne valaki a bűnével megfertőzöl engem, ugye? Hát szeretnék ma nektek szólni az Úr Jézus Krisztusról, és két fajta emberről. És bízom benne, hogy valamilyen módon magadra fogsz ismerni. A mai történetünkben az Úr Jézus Krisztus két emberrel találkozik, pontosabban két ember találkozik Jézussal. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Aláhúztam, mert másik mondat, egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, oda ment a házhoz. És hadd szóljak egy picikét nektek arról, hogy mennyire csal a látszat. A látszat arról szól, hogy farizeus, hadd mutassak be nektek egy zsidó farizeust, mennyire közel lehet Istenhez. A farizeusok azok az emberek voltak, akik rendszeresen jártak templomba, zarándok ünnepekre, rendszeresen jártak zsinagógába, Isten tiszteletre, rendszeresen tanulmányozták a Tórát, és ami nagyon fontos, nem csak tanulmányozták a Bibliát, hanem igyekeztek azt megélni, megtartani. Erre egy picikét úgy büszkék is voltak. Aztán a farizeusok egy picikét az életmódukból fakadóan anyagilag is kiemelkedtek az átlag zsidók köréből, a ruhájuk is sajátos volt, meg lehetett látni az utcán, hogy ezek farizeusok, tehát egy külön kaszt, egyfajta párt, egyfajta közösség volt a zsidó társadalom belül, és olyan emberek, akik keresték az Istent,
akik rabbi képzőbe jártak, lásd Pál apostol is farizeus volt, mielőtt meg nem tért volna, Gamellában tanult, az életét arra tette, hogy megtartsa a törvényt, és igyekezett egy konszolidált életet élni. És azt olvassuk, hogy ebben a mai történetben egy farizeus megkér Jézust, hogy gyere hozzám vacsorára vagy ebédre, nem mondja az íge, hogy mire hívta meg, gyere beszélgessünk egyet. És engedjétek meg, hogy picikét kibontsam nektek ezt a történetet, mert ez a farizeus látszólag közel van Istenhez. Nagyon közel van. Azt hiszik az emberek, hogy hát persze, menjünk templomba, van vallásunk, megkereszteltek, még utána is elmentem az esküvőmön kívül is a templomba, ugye? És akkor azt mondod, hogy hát mégiscsak, hát egy istenfélő ember vagyok. Igyekszek Istennel kapcsolatban lenni. És itt van egy nő, aki, bocsánat, az ősi mesterségből él. Egy prostituált, mondjuk ki magyarul. Egy nő, aki abból él, hogy odaadja a testét másoknak pénzért. És a mai történetben úgy tűnik, hogy van egy ember, aki nagyon közel van Istenhez, és a sztori végén azt fogjuk látni, hogy piszkosul messze van Istentől. És van egy nő, aki fényévekre mozog az Istentől. Akit mindenki megvet, mindenki utál, mindenki összenéz, aki egy elhasznált valaki, aki ezt bevállalja az életében, az abba korban még jobban meg volt bélyegezve, még jobban megvetett volt. És a történet végén kiderül, hogy ez a nő hihetetlen közel van Istenhez. Tehát az nagy vallásos ember, aki nagyon messze van az Istentől, mindjárt meglátjuk, hogy miért, és van egy nő, aki nagyon messze van szerintük Jézustól, és rendkívül közel kerül hozzá. Gyertek, nézzük meg, hogy hogy lehet ez. Egy farizeus. Hadd mondjam nektek, a farizeus a hamis hit és hamis vallás mintája. Hadd szóljak nektek erről. Általában ezek a született jó emberek, akik legalább azt gondolják magukról, hogy ők született jó emberek. És el kell mondjam nektek, hogy léteznek ilyen emberek. Talán Gyökösi Bandi bácsi mondta, hogy van három fajta ember, az egyik a született jó, a másik akik nem mer rossz lenni, és annak az a született rossz. És általában a vallásos emberek azok a született jók, akiknek izomból megy. Van egy erkölcsük, van egy neveltetésük, van egy tartásuk. Lehet, hogy a szüleik is úgy nevelték őket. Talán van vallásuk, van egyházuk, van egy tartása ezeknek a fajosoknak, és ők a született jók úgy gondolják. És velük szemben mindig ott vannak a született rosszak, és mindig belőlük van a több. És hadd mondjam nektek, az ilyen emberek általában abból határozzák meg az identitásukat mindig. Nem csak a jóságokból, hanem a rosszakkal szemben, hogy én jobb vagyok. Aztán olyan emberek, akik képesek féken tartani a bennük levő gonoszságot, legalábbis egy darabig. Az egy dolog, amit meg kellett értsek, mint lelkipásztor gyerek, a szüleim mindennek Bibliából olvastak nekem, meg néha este is olvastak nekem a Bibliából, meg csupa jó dolgokra tanítottak. Meg kellett értsem azt, hogy a féken tartott gonoszság az nem jóság. A szüleim neveltetése egy ideig féken tudta bennem tartani a gonoszságot, de csak egy darabig. Ha elkerültem iskolába, elkezdtem kamaszodni, jöttek a hazugságok, jöttek a kisebb lopások, aztán ragadt rám a mocskos, szennyes vicc az iskolában, ragadt rám a mindenféle mocskos beszéd, néha hoztam az olyan szavakat, a szüleim álltak, és néztek, és csodálkoztak. Azt emlékszem, hogy annyira meg akartam felelni az osztálytársaimnak, hogy néha túltettem rajtuk a mocsokban, meg a disznóságban. Csak azt vettem észre, hogy nézd oda te, öntik belém a szüleim a jót, és belőlem minduntalan a rossz jön ki. Még egyszer mondom, a féken tartott gonoszság az még nem jóság. Olyan emberek, akik nem mernek rosszak lenni. Olyan emberek, akikről nem derült ki, hogy rosszak. Amikor odahozzák azt a nőt, hogy megkövezzék, mert Mózes azt mondta, és Jézust faggatják, és azt mondják, Mózes azt mondta, hogy itt házasságtörésen rajta kapnak, azt meg kell kövezni, akkor Jézus lehajol a porba is ír. És akkor mondják, hogy mester, kérdeztünk valamit, választ várunk. És Jézus rájuk néz, és azt mondja, aki közöttek nem bűnös, az kezdheti a kövezést. Nem azt mondja, hogy nem kell megkövezni a nőt.
azt sem mondja, hogy meg kell kövezni. Azt mondja, aki közületek nem bűnös, az kezdetés. Tehát, akik voltak ezek az emberek? Ugyan a farizeusok is írást tudok, mint akiről olvastam itt a mai történetben. És mit mond az ége? Lestötték a fejüket, kidobták a köveket a kezükből, lelkipotyogtatták, és szépen elmentek. Elsomfordáltak. Miért? Mert egyetlen különbség volt köztük és a házasságtörő nő között, hogy róla kiderült, róluk meg még nem derült ki. Ennyi volt a különbség. És azt mondta Jézus, aki nem bűnös, az kezdheti. És tudjátok, kinek lett volna egyedül joga megkövezni ezt a nőt? Jézusnak. Mert ő nem volt bűnös. De nem kövezte meg. Miért? Nem azért, mert megcáfolt a mózesi törvényt, hanem azért, mert tudta, hogy lesz egy nap, amikor őt fogják megkövezni a Golgotai kereszten. Amikor ennek a nőnek a házasság törése is az ő vállát fogja nyomni. A te bűnöddel együtt, meg az én bűnömmel együtt, amit a Golgotai kereszt vállal. És ezért mondta, hogy aki nem bűnös, az kezdheti. Jézus nem kövezte meg, hanem magára vette a bűneit. Ezért mondhatta neki azt, hogy hol vannak a vádolóid. Én sem vádolok téged. Menj el, és többé ne vétkezz. Lehet, hogy abban lelik a jóságot, hogy nagyon jó palástolod. Hogy azt mondod, hogy hát egész jó paravánok vannak körülöttem. Nem derült ki. Nem tudja a feleséged. Nem tudja a férjed, milyen disznóságokat csinálsz. Nem derült ki. Nem azt jelenti, hogy jó vagy, hogy tiszta vagy. Csak nem tudja senki. De valaki tudja. Isten tudja. Megyek tovább. Mire emlékszik a hamis vallásra? A hamis vallásosságnak a középpontjában mindig az ember áll, és soha nem Isten. A farizeusok arról voltak híresek, hogy szerették a vallásosságokat a nyilvánosság előtt gyakorolni. Megálltak az utcasarkokon imádkozni. Aztán, amikor bőjtöltek, akkor nagyon-nagyon elhanyagolták magukat, és messziről lehet látni, hogy hát ő most bőjtöl. Amikor adakoztak, kürtöltettek, hogy lássa mindenki, hogy ő mennyit adakozik. Vannak olyan templomok, ahol felszokták olvasni évente egyszer azt, hogy ki mennyit adott? Nincs? Nincs. Ma már nincs? Nincs. Örülök, ha nincs. De hát voltam olyanban. Tehát szerették a kegyességüket a nyilvánosság előtt gyakorolni, a nagy nyilvánosság előtt, és a vallásosságuk az nem Istennek szólt, hanem kinek? Az embereknek. A vallásosság egy eszköz volt csak arra, hogy ők megdicsőjenek, hogy ők kihúzzák magukat, hogy ők milyen rendesek, hogy ők milyen ilyenek, meg milyen olyanok. A vallásosság közepes szíve nem Isten volt, hanem ők. Emberközpontú volt. És nem Istennek szólt, hanem az embereknek. Hadd mondjam nektek, a hamis vallásnak az egyik ismertető jele, hogy számára Isten csupán egy eszköz, egy díszlet. Nem azért imádkozik, mert Istent keresi, hanem azért, hogy lássák az emberek, hogy Istent keresi. Nem azért imádkozik, hogy Istenhez közelebb kerüljön, hanem lássák, hát, hogy ő Istenhez közel van. Úgy tűnjön. Nem azért adakozik, mert olyan jó szívű, hanem azért, mert ez akarja demonstrálni, hogy ő milyen rendes. Nagyon utálom az advent előtti ilyen újságírók előtti jótékonykodás. Nagyon utálom, megmondom őszintén. Voltam már ilyenen, meghívtak prédikálni egy helyre, fehér kesztyűben papok, polgármester, mercedgyerzár, igazgató osztogatták egy hideg sátorban, műanyag tányérba az egy tál ételt. A mercedgyerz igazgatónak az az ebéd azért fél napi fizetésre lehetett, amit kiosztottak annak 300 embernek, és meghívtak, hogy prédikáljak. És legszívesebben üvöltöttem, hogy hagyjuk abba ezt a cirkuszt. Hagyjuk abba ezt a cirkuszt. Miért? Mert az jótékonykodás mire szólt? A médiának, a kamerának. Értitek? Amikor a vallásosságot középpontjában nem Isten van. Isten csak egy díszlet, egy alibi. Kell. Jézus díszlet. És olyan sok embernek ilyen kapcsolata van Istennel, hogy Isten egy ilyen díszlet az életedbe. Jó, ha van, de jobb, ha nincs rá szükség. Mondják, mint a mentő, hogy jó, hogy van mentőállom, és addig jó, míg nem hozzánk jön ki. Jó, ha van Isten, addig jó, míg nem szorulunk rá. Meg a tűzoltó Isten, addig jó, míg nem az én házamhoz kell jöjjön. Jó, hogy van, legyen.
Legyen, de ne az életem közepében. Ez mind a hamis hullásnak a jele. A másik jele, üzleti, kimért, kiszámolt kapcsolat Isten és ember között. Miről van szó? Meghív ez a farizeus Jézust a házába. És abban az időben az volt az etikett. Por volt, meleg volt, 40 fok, szandába, saruba jártak. És az volt a vendégnek, a vendéglátónak a feladata, hogy mikor jön a vendég, akkor megmossa a lábát. Aztán, amikor megmossa a lábát, utána megölle és köszöntse csókkal. Aztán megkenje a fejét olajjal, ilyen drága olajjal, amitől felüdül, felfrissül a vendég, felüdül a lelke. Ez volt a dolga a vendéglátónak. Ha nagyon gazdag volt, akkor ezt rabszolgák csinálták. És a farizeus meghívta Jézus magához, de ezt mind elmulasztotta. Miért? Mert a hamis vallásos számára mindig az a kérdés, mi az a minimum, amit tehetek? Soha nem az a kérdés, hogy mi az a maximum. Az a házasságoló házastársak azt mondják, hogy mi az a minimum, amit még kibír a feleségem? Mi az a minimum szeretet, amit meg kell kapja, hogy ne hajjon éhen? Mi az a minimum szeretet, amit meg kell tegyek a féremé vagy a gyerekem, hogy kibírja a családunk? Az meg fog halni. A hamis vallásnak a lényege ez a kimért, hideg, patika mérlegen mért szeretet, amivel fogadja Jézus, Jézus Simon farizeus. És hadd mondjak még valamit itt nektek, aztán rátérünk a szebbik felére, hogy Jézust Simon használni akarja. Igazából miről van szó? Jézus, mikor itt a földön járt, tömegek követték. Tömegek. Egyszerűen bevonzott a bűnös embereket. Megérezték benne az emberek az Isten szeretetét. Az is mondhatnám, hogy déjà vu érzése volt az embereknek, amikor találkoztak Jézussal, mert a Jézussal volt találkozás, emlékeztett az embereket az Édenkertre. Az Isten szeretete, ami megjelent benne, arra emlékeztette, hogy valamikor létezett nekünk egy élő, személyes, kézefogható, tapintható kapcsolatunk a mindenható Istennel. És ez vonzott az embereket. És az irritálta Simon, úgy gondolta, hogy ki fogja ezt a népszerűségi szelet. És azt mondja, hoho, hát a tömeg Jézus követi, hogy lehet nekem a középpontba kerülni, úgy, hogy meghívom Jézust az otthonomba. És ha meghívom az otthonomba egy ebédre vagy vacsorára, az egész város be fog csődülni az udvarba, és mindenki tátott szájjal nézi, hogy milyen rendes vagyok. Meghívtam Jézust. Jézus díszlet. Olyan sok ember számára Jézus díszlet. Ez a hamis vallás lényege. És bejött a számítás. Eljött Jézus hozzá, és becsődült az udvarba a tömeg. Be voltak állítva kamerák. Meg volt tervezve a színház. Gazdagon megterített asztal. Simon és a baráti köre, többi farizeus együtt ülnek Jézussal. Középen Simon, mellette Jézus. És a középpontban Simon van. Meg volt tervezve. És Simon fürdőzik a népszerűségben. Fürdőzik abban, hogy az emberek bejönnek, nézik, figyelik, mi zajlik Simon házában, mi történik Simon udvarán. Az Isten eszköz arra, hogy az én dicsőségemet növelje. Ez a hamis vallás lényege. Ezért kell Isten, hogy kiszolgálja. Egy tipikus egocentrikus gondolkodás. Minden körülöttem forogjon, fér, feleség, gyerekek, munkatársak, barátok, még az Isten is. Az a dolga, hogy az én népszerűségemet növelje. És beleköp a levesbe valaki. Képzeld ezt az egész vacsorát, benn vannak az udvar az emberek, nézik, hogy miről mehet a beszélgetés asztalnál, és egyszer csak megjelenik egy nő. Egy bűnös nő. Egy bűnös nő ebben az udvarban. És oda megy Jézushoz hátulról. Abban az időben ilyen kevereteken félig feküdtek, volt az asztal. És akkor az asztal kicsit magasabb volt, és mellette voltak ilyen keveretek, azon véghely, és így könyökölve ettek az emberek a keveretek mellett. És ezért nem vette Jézus észre, hogy jön a nő hátulról, és oda megy. És letérdel a föld, és elkezd keservesen sírni és zokogni, és a könnyei folynak Jézus lábára, és azzal mossa Jézus lábát, aztán hajával törölgeti,
Aztán elővesz egy nagyon drága kenetet, egy másik íge szerint nádus kenetet, és ráönt Jézus lábára, és beledörzsöl Jézus lábába. És akkor látja ezt, ez a farizeus azt mondja, hogy ha ez próféta volna, tudná, ki ez a nő. Tudná, hogy bűnös. És nem engedni, hogy hozzáérjen. Engedjétek meg, hogy szóljak egy kicsit a valódi Isten imádatról. A valódi hitről. Hadd szögjek nektek a valódi vallásról. A valódi vallás középpontjában, tudjátok ki áll? Jézus Krisztus az Isten fia. A valódi közé kereszténységnek a központja, a szíve, a lényege. Jézus Krisztus, a megfeszített Isten fia. Ő van a középen. Én nem tudom, hogy hány jártok templomba, de egy dolog fontos, tudnatok. Én nagyon hiszek a Szent Háromságos Isten tiszteletekben. Minden vasárnap hajnap azt szoktam kérni az Úrtól, Uram, mennyi atyám, kérlek, hogy ma mutass be nekünk a te fiadat. A megfeszített és feltámadt Krisztust. Emeld őt mindenek fölé. Azt szoktam kérni a Szentlélektől, Szentlélek Isten, azért őt, hogy megdicsősd a fiút, kérlek, mutasd be nekünk a te fiadat, emeld föl, dicsősd meg a fiút köztünk, mert rá van szükségünk, minden embernek rá van szüksége, mindennél nagyobb szükségem, Jézus szeretetére van szükségünk, az ő kereszt halálára és az ő feltámadására, ez az evangélium lényege. És ez a nő még Jézus halál előtt van, és mégis tudja. Mert tudjátok, hol van? Jézus lábánál. Mikor voltál utoljára Jézus lábánál? Egészen más perspektíva, ezt tudod. Mi ülünk az asztalnál, csevelünk, tracsizunk, azt hiszük, hogy mi vendégeljük meg őt. Mi teszünk neki szívességet, ez mind hamis vallás. Mi adakozunk, mi ajaj, már presbiterek is vagyunk, meg nem tudom, mik vagyunk. Meg farizeusok is vagyunk, meg akármik vagyunk. Mi vagyunk. Mert mi vagyunk. Mikor voltál utoljára Jézus lábánál? Mikor térdeltél le Isten előtt? Igazán, mikor borultál arcra? Mikor imádtad őt? Az igazi vallás lényege, hogy Isten van a középpontban, az ő megfeszített fia Jézus Krisztus, az Isten fia, ő van középen. Az imádat és hódolat kifejezése az, hogy az asszony leborul, és csókolgatja Jézus lábát, és a könnyeivel öntözi. Mikor volt ilyen találkozásod vele? Az igazi hit és vallás középpontjában Isten szeretete, tisztasága, szentsége és saját bűnösségünk tudata van. Mert amikor találkozol Isten tisztaságával, szentségével és szeretetével, akkor találkozol saját bűneiddel is. Valamiért sírt ez a nő. Vajon miért sírt? Lehet tippelni. Én azt gondolom, hogy egyes sírt a bűnei felett. Sírt az eltékozott élete felett. Sírt az elhasznált teste felett. Sírt az elhasználtsága felett. Sírt mind a felett, aki ő volt, és akinek ők tartották és megbélyegezték, és ott zokogott. És sírt, és sírt. Emlékszem arra, amikor én is elkezdtem sírni a bűneim felett. Amikor elkezdtem a bűneimet látni, amikor elkezdtek a bűneim fájni, elkezdtek bántani a bűneim. Csak letérdeltem, és csak zokolni tudtam. És ez nem egyszer történt meg az életemben. Sokszor megtörténik lelki pásztorként is. Van egy akác keresztlen az alaksorunkban, beszoktam lenni minden hajnalban, miután kin az udvaron imádkoztam, bemegyek, és letérdek, és azt mondom, Úr Jézus, nincs más reménységem, csak Te. Az, amit Te tettél, értem a Golgotai keresztfán. Könyörülj rajtam, Jézus. Nyomorult, bűnös ember vagyok. Az igazi vallás és hitnek a középpontjában Jézus van, az ő szeretete, az ő tisztaság, az ő szentsége, és helyes önismeret. Meglátod magad olyannak, amilyen vagy. Azt az igazi vallást tudjátok milyen? Ott van forró szeretet. Azt olvastuk, hogy könnyeivel öntözte,
hajával törölte, és elővett valami nagyon drága kenetet, széttörte, és ráöntött a lábára. Nem azt mondta, hogy most vettem a rossz momba, szagolt meg Jézus, biztos jó az illata. Ugye jó? Összetörte, és odaborította. Tudjátok, mit jelent ez? Forró szeretet, áldozatkész szeretet. Az azt jelenti, hogy másra nem használhatod Jézus, te sem. Ez csak neked. Bah. Nem lehetett összeszedni, nem lehetett visszatenni. Széttört és odaborította, beledörzsölte Jézus lábába azt a kenetet. Az igazi keresztény hit az áldozatkész. Nem smucég, nem fösvény, nem kimért, nem mindig mérlegel. Ne. Anyukámnak van egy ilyen szokás, hogy nehéz neki ajándékot, mert mindig továbbadja. Ez a nő úgy adta oda Jézusnak, hogy nem adhatta Jézus tovább. Nem lehetett továbbadni. Az ott maradt. Az ott maradt. Annyira fontos látni ezt. Forró szeretet. Ma azt mondnak, hogy fanatikus bolond ez a nő. Hányan mondtátok azt? Nem kell azt annyira komolyan venni. Mit kell a Bibliát olvasni? Mit kell annyit imádkozni? Mit kell templomba járni? Hallottatok már ilyet? Hát kisfiam, attól még normális maradhatsz, hogy hívő vagy, nem? Hát nem kell fanatikusnak lenni? Hát mit kell annyit szeretni a Jézus? Hát nem elég, hogyha csak egy jó vallásos ember vagy? Hát van vallásod. Mikor az apám megtért, majdnem kitagadták a családja. Hát fiam, olyan jó voltál eddig is. Hát mi nem volt jó neked? Hát te olyan rendes voltál. És apukám mondta, nem, nagyon bűnös voltam. És Jézus megkönnyörült rajtam. És később megtért apukámnak az anyukája, nagymamám, és megtért három testvére. Mikor kezdték meglátni a változást, ezért bolondnak nézték. Mit tudsz úgy szeretni az Istenen? Forró szeretet. Mérlegelés nélküli áldozat. Az nő azt mondja, mi az a legtöbb, amit adhatnék Jézusnak? Nem mi az a legkevesebb, mi az a minimum, ami nem fog fájni nekem? Mi az a legtöbb? Hála áldozat. Egy másik sztori szerint a tanítványok bosszankodtak ezen az áldozaton, egy másik hasonló történetben. Dühítette őket. Miért kell pazarolni? Mire való ez? Érted? És azt mondjam nektek, hogy érdekes dolog történik ebben a történetben, mert a sztori úgy indul, hogy Simon beállítja a kamerákat, ez az este az én estém, és kiderül, hogy nem az ő estéje, mert minden szem hova figyel? Jézus lábára meg a nőre. Hadd mondjak nektek valamit, ez az Istennek egy titka. Isten sokkal többet szokott az asztal alatt dolgozni, mint az asztal felett. Sokkal többet. Ez a tanítványok azon vitatkoztak, ki a nagyobb, ki a nagyobb. Utolsó vacsorakor, mikor Jézus készül a halálára meghalni, annyira aranyosak, azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Teljesen értik a helyzetet. És akkor Jézus, miközben az asztalok szintjén, a fejek szintjén, arról megy a vita, ki a nagyobb, az Isten fia megjelenik az asztal alatt, a lábak szintjén. El is kérde, hogy belemelte a távol az első tanítvány lábát a hideg vízbe. A vita az asztalnál, a fejek szintjén van. Jézus meg a lábfejeknél mozog. Képzeld el a tanítványokat, mit értettek, mit éreztek ők akkor? És hadd mondjam nektek, nem mindig ott cselekszik Isten, mi megtervezzük. Mi szeretjük megteríteni az asztalt a templomainkban, majd ott fog csinálni dolgokat. Az Isten meg úgy dönt, hogy nem! Nem elégítik a farizisi egunkat, a vallásos egunkat, hanem azt mondja, majd megyek oda azokhoz, akik az asztal alatt vannak. Ezt a nőt rég kirúgták volna abból a házból, ha Jézus nem lett volna ott. De mivel ott volt Jézus, nem rúghattak ki farizeus. Hát mégiscsak a vendég jelenlétében nem tettem meg. És hadd mondjam nektek azt, hogy az igazán fontos dolgok nem ott történnek, ahol mi tervezzük. Nem. Valahol egész máshol. Vagy hányszor meg hányszor nem történik semmi az általunk megterített asztaloknál? Hányszor meg hányszor nem történik semmi az Isten tiszteleteinken? Ez a ma este még klasszikus evangelizáció. Van ebben minden, remélem.
Hányszor meg hányszor nem történik semmi a mi hivatalos asztalainknál? Azért, mert farizeusként üljük körül az asztalokat, és nincs ott Jézus a középen, sem a szívünkben, sem az Isten tiszteleteken, sem a gyülekezetekben. És aztán Isten asztal terít az asztal alatt. Ilyen ő. Elkezd ott cselekedni, ahol nem várjuk és nem számítottunk rá. És itt van ez a helyzet. Látjátok, most már értitek, hogy mire mondom. Van egy ember, aki látszólag nagyon közel van az Istenhez, és kiderül, hogy piszkosú távol van. És van egy nő, akit az élete, a nyomorúsága, a múltja arra prezidesztinál, hogy nagyon messze legyen az Istentől, és hova kerül? Nagyon közel. És ma szeretném neked elmondani, hogy kerülhetsz ma nagyon közel, akármilyen messze távolodtál tőle, akármilyen mélyre estél, akármennyi bűnt követtél le, kerülhetsz az Istenhez nagyon közel. Kerülhetsz az Istenhez test közelbe. Mert Isten nem hagyja meg a mi vallásosságunk. Nem hagyja meg a mi emberi jóságunk. Nem. A Biblia azt mondja, Isten a töredelmes és bűnbánó szívet nem veti meg. Magasságban és szentségben lakozik, de a megtört és alázatos szívűvel. Ilyen az Isten. És aztán elkezd böfögni a farizeus. Magában morfondrizik. Ez próféta volna. Tudná ki az a nő. Nem engedni, hogy hozzányúljon. Sőt, kirúgná! És Jézus ránéz, és azt mondja, hogy nem csak azt tudom, hogy ő ki, azt is tudom, hogy te most mit gondolsz róla. Ez elég gáz, nem? Képzeld, hogy Jézus megjelen az Isten tiszteleténkért, kényelmetlen. Én sokkal mondtam, hogy új, de kár, hogy nem értem a tanítványok idejében. Rájöttem, hogy csak lassan a teste. Mert képzeld, hogy Jézus mindig mögé lát az állarcodnak. És tudod, hogy mindig mit szólít meg? Nem az állarcodat, hanem azt, ami mögötte van. Ne? Volt ennek a fajosnak egy szép állarc, és azt mondja Jézus, hogy nem érdekes, Simon, mit mutatsz. Én benézek mögé. Jöttek azok az emberek, meg akarták követni a házasságtörőnt. Azt mondja Jézus, gyertek csak nézzek be. Egy picit az állarc mögé. Nézzük, mi van a felszín mögött. A farsang mögött. Mi van? És azt mondja Jézus, tudod mit, Simon? Hadd mondjak neked egy történetet. Volt egy hitelező, akinek volt két adósa. Az egyik 50 ezer forinttal tartozott. Jó, mondjuk magyarul, jó? A másik 500 ezer forinttal. Hát 10-es szorzó, nem? Tegyük még egy harmadikat. A harmadik meg 5 millióval, jó? Legyen még magyarabb, jó? 50 ezerre, 500 ezerre és 5 millióval. Egyiknek se volt, miből megadni. Nagyon jó, nem? Az egyiknek volt kemény mínusz 50 ezer forintja, a másiknak volt kemény mínusz 500 ezer forintja, és a harmadiknak volt kemény mínusz 5 millió forintja. De egyik se tudta, miből megadni. És itt jön be, figyeljétek meg a példázatnak ez a iróniája, hogy milyen nevetségessé válunk, mikor dicsekedünk az Isten előtt, hogy nekem csak mínusz 50 ezer forintom, vagy jaj, te 500 ezerre tartozó. Tudod, azért felekém csak kicsit lógja a gatyából, de tiéd nagyon kilóg, mert te kubai vagy, ugye? És nekik nagyon kilóg a fenekük a gatyából, nem? És akkor rázzuk a rongyunkat, miközben nincs semmink, hanem van mínuszunk, nem? És dicsekszünk, hogy nekem mínusz 50 ezer forint, bezeg neked mínusz 500 ezer van. Milyen szomorú. És azt mondja Jézus, figyelj Simi, egyik se tudta megadni. Nem volt miből megadják. És a hitelező mit csinált? Mind a kettőnek, vagy háromnak elengedte. És akkor Jézus, tudjátok mit csinál? Megpiszkálja fel, és azt mondja Simon, a három közül melyik szereti jobban? Vagy a kettő közül jó? És beindul mi a vallásos gépezet? Azt mondja Simon, hát mégiscsak az, akinek a többet engedték el. Hát akinek a mínusz 500, vagy mínusz 5 milliót, hát annak csak többet engedtek el.
És tudjátok, hogy Simon elárulta magát. Azt mondja Jézus, jól ítéltél. És ebben jegyezitek meg. Ebben válaszban benne van a minősítés. És mit csinált Simon? Ítélt! Jól ítéltél. Ez van benned. Most is ítélkezt itt a nő felett, és most is hoztál egy ítéletet. Egy igazi vallásos ítéletet. Tényleg jól feleltél, nem is vártam tőled mást, mert tőled ez telik, ezt tudod csinálni. Ítélkezz, ezt nagyon tudsz. A vallásos bizniszben gondolkozol. Hát csak azt szeretheti jobban, akinek a többet engedték el. Na csak hogy, mind a kettőnek, vagy háromnak elengedték. Na most, ha mind a kettőnek elengedik, akkor, na jó, nekem van mínusz 50 ezer, jó? Neked van mínusz 500, neked mínusz 5 millió. Nem tudjuk megadni, jó? Csak, és mind a háromnak elengedik. Ha mind a háromnak elengedik, akkor mennyi forintunk van? Kemény nulla forintom van. Nekem is, neked is, neki is. És ez a tragédia a egyházának, hogy számolgatjuk, hogy kinek mennyit engedtek el, miközben kemény nulla forintunk van. Nem. Mert a kereszt mit csinál? Lenullázza a bűnt. És teljesen mindegy, ha valaki prostituált volt, valaki jóvésült, vallásos farizeus volt, vagy baptista lelkipásztor volt, teljesen mindegy. A kegyelem lenulláz mindent. És ott a kereszt alatt egyenlőek vagyunk. És higgyétek el, ha valami fáj Jézusnak az, hogy a mínusz 50-esek úgy viselkednének, mint hogy ők nem lennének egyenlőek. Hol viselkednek úgy? A kereszt alatt. Hát ez mindennek a tetején, nem? Hadd mögök egy mai történetet nektek el. 7 évvel ezelőtt a Váci börtönből valaki leveleket írt nekem, február volt, és azt írta, hogy Sámuel, megtértem a börtönben. Azt hiszem, hogy egy hónapig volt Boros Lajosnak a cellatárs, ez a fiatal, és azt mondta nekem, hogy áprilisban szabadulok, és gyülekezetet keresek, és kecskeméti vagyok, és szeretném fölkeresni a gyülekezetet. És ő a börtönből, tudjátok, mit küldött nekem? Evangéliumi traktátusákat küldött nekem a baptista pásztornak, hogy missziózzak. Az ez is egy jó lecke volt nekem, tudod? Tehát börtönbe küldik nekem az evangéliumi iratmissziót, hogy menjek és tegyek bizonyságot másolnak egy börtönbelő fiatal. Eljött az április, kijött a Gergő, emlékszem arra, hogy szépen le volt nyírva, eljött hozzám, és beszélgettünk, és mondta, hogy tudod, csoportos rablás miatt csuktak le, kábítószer kereskedelem miatt. Erre 5 évre ítéltek, aztán fel akarták vinni 8 évre. És megtértem, és azt mondtam, Uram, annyi büntet is mérjenek rám, amennyit te szükségesnek látsz ahhoz, hogyha kijövök a börtönből, ne essek vissza. Így ment a másfokú tárgyalás. És emlékszem arra, hogy kerestünk neki munkát, segédmunkás lett építkezéssel, azért ott kóstolgatják az embereket, nem tudom hányan voltatok segédmunkások építőiparban, de hogy kóstolgatták. Egy hónap alatt keresett annyit, mint az éjszakaületben egy éjszaka alatt. És elkezdett dolgozni keményen. Aztán, mivel kamaszt éveit elherdálta, leérettségizett. Emlékszem, milyen nehéz volt neki visszajönni az iskola padjába, estibe. Aztán emlékszem arra, hogy albérletet vett ki, mert mondta, hogy nagyon nehéz a családi millió, és érzem, hogy lehúz, és úgy érzem, hogy muszáj valahogy külön legyek, hogy tudjam vinni tovább azt a fegyelmezett életet, amit benne a börtönben tanultam. Azt emlékszem arra, hogy elvette, lett rendes munkahelyen, nem csak segédmunkás, de amerre volt, megállt a helyét. Olyan kegyetlen munkavezetője volt, híret volt Kecskemét, és azt mondta, hogy ez tényleg hívember, azt mondta ez a bácsi. És megtette segédmunkavezetőnek maga mellett. És emlékszem, amikor elvette egy orvos házaspár lányát, hát akkor felsziszent néhány idős testvérnő a gyülekezetőkben, nem sok, csak 2. És még meg is keresték az anyós jelöltöt, hogy hát nem nehéz ez nektek? És a tüdőgyógyász anyós jelölt, meg a férje, aki meg plasztikai sebész, tudjátok, mit mondott?
van nekünk már egy nem hívő vejünk, vagy menjünk? Éppen ideje volt annak, hogy legyen egy hívő vejünk. És emlékszem arra, mondta, hogy hívja jut az Isten a szolgálatra, elment a pünkösdi teológiára, és most fog leszok dolgozni, szakvizsgázni. És az egyik legáldottabb munkatársam, az ifjúsági munkában is. Szolgatársam. Tudjátok, hogy miért? Mert a kereszt alatt van kemény 0 forintunk. Így van? És tök mindegy, hogy honnan jössz. Hogy a Váci börtönből jössz, vagy baptista lelkész, csemete, vagy fióka, vagy nem tudom, hogy mondjam, jó madár. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy honnan jössz. A kereszt alatt lenullázódik a múlt. Amen! És Isten ma hívja a mínusz 50-eseket, és hívja a mínusz 500-asokat, meg még az 5 milliósokat is, jó? Hívja. Az Isten hívja. Nagyon szeret az Isten. Na csak hogy, van egy probléma. A példázatban mind a kettőnek elengedték. Így van? Mínusz 50-et is elengedték a mínusz 500-at. De a valós történetben csak a mínusz 500-et elengedve. Ott vezet a nő az asztal alatt, Jézus lábánál, és Jézus rán, és azt mondja, hogy megbocsátottak a többin. Hogy? Nulla? Mínusz 500-ban nulla? Hogy? Hogy jön ő ehhez? Ki tehet ilyet? Akkor Jézus még tesz rá egy lapáttal. A te hited megtartott téged, menj el. Békességet, tudjátok, mit tesz? Teljesen épp, egészséges ember vagy. Teljes értékű nő. Minden méltósággal, amit az Isten neked visszaadott, ezt jelenti, hogy menj el békessége. Örvendj is, újjong is, érd meg a tisztaságodat, a szabadságodat, a női méltóságodat, a gyógyulásodat. Isten teljes értékű gyermeke vagy. Úgy megy innen tovább. Menj el békessége. Shalom! A legjobb, amit egy zsidó kívánhat. Menj el shalomba. Áldással megy innen el. Sajnos, hogy a farizeusnak nem mondja Jézus azt, hogy megbocsátottak a te bűneid. És azt sem mondja, hogy tudod mit, én most már elmegyek, te maradj itthon békessége. Nem mondja Jézus. Nem mondja. És hadd mondjam nektek, Jézus azért mond ilyen példázatokat, hogy mi fejezzük be. Mikor a teológusi példázatot mondja Jézus, ott nem tudjuk meg, hogy a nagyobbik bejött-e vagy sem. Az apa kimegy, könyörög, hogy fiam, mindenem a tied. Végadnod is örülned kell, mindig velem vagy, gyere be. És nem tudjuk, hogy bejön. Rábízz a hallgatókra, hogy figyeljetek, fejezzétek be a példázatot. Fejezzétek be ti, gyertek be, fejezzétek be. Be fogtok jönni? Fogtok örülni? A bűnösöknek, a vámszedőknek? Fogtok velük együtt örülni? Tudtok velük együtt örülni? Vagy maradtok odakint? És Jézus ma rám bízza. Sajnos a történet nyitva marad. A példázatba bezáródik a történet, de a történet nyitva marad. A farizeusról nem tudjuk azt, hogy elengedték volna az adósságát. Nem tudjuk róla meg, ezt elengedték volna. És az a nagy kérdés, hogy neked Isten elengedte már a keveset vagy a sokat. Hogy találkoztál már vele. És ez a nagy kérdés. Kérdezik itt, nézzétek csak, hogy hangzik a kérdés. Így hangzik a kérdés. Az asztalnál ülők azt kérdezgették egymás között. Kicsoda az, aki bűnöket is megbocsátja? Kicsoda? Egyetlen valaki. Hadd mondjam ma neked. Ez az evangéliumnak a szíva lényege. Koronavírus, madár, influenza, akármi. A bűntől egyetlen egy valaki tud megszabadítani. Az, aki bűnnél lett, értem és érted a Golgotai kereszten. Jézus Krisztus azért halt meg a bűneinkért a kereszten, hogy bűnnél legyen helyettem. És azt mondja Pál, azt, aki bűn nem ismert, Isten bűnné tette, értem, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az Isten fia bűnné vált.
nem bűnösé, bűnné. Rákerült az összes bűnöm, az összes bűnöd. A világ emberiségének összes bűne oda került rá. Az Isten a fiát egy nagy szemétdombot látott a Golgotai kereszten. Egy irdatlan szemétdombot, amit mi hoztunk össze. És azért lett bűnné, hogy azt mondhassam a nekem és neked, megbocsátottak a te bűneid. Ezért mondott ennek a nőnek. Jézus tudta, az ő prostituált élete is ide került, alól a keresztet fogja vinni fel a Golgotára. Nagyon jól tudta Jézus ezt. Az is oda fog kerülni. És így mondhatja Jézust azt, neki van joga azt mondani, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hadd kérdezem meg, te találkoztál már vele? A megfeszített Krisztussal. Találkoztam már rajta is benne a bűneiddel. Azt mondja, hogy a Mózes felemelt a kégyút a pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy a készülőben ne elnevezze. A zsidókat megmarta a kígyó, és egy kígyóra kellett nézenek. A téged és engem megmart a bűn, és a kereszten Jézusban a bűneidre kell néz. Ő bűnné lett érted is miattad. És ezt elhiszed, akkor ő elveszi a bűnödet. És ma azt mondja, megbocsátottak a bűneid. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Nem tudom, hogy jöttél ide. Nem tudom, hogy érkeztél ide. Egy dolgot tudok. A kis adósoknak is, a nagy adósoknak is. Ő rá van szükségünk, kivétel nélkül. Egy gondolattal fejezem be az igéhirdetést. Két dolog kísérthet ma este téged. Az egyik, ami kísért, hogy túl sok és túl nagy a bűnöm. Sokakat gyötörez. Nagyon sok emberrel találkozok, azt mondja, hogy én már eljátszottam minden esélyem. Nekem már nincs kegyelem. Én túl sokat vétkeztem, és túl nagyot vétkeztem az Isten megbocsása. Hadd mondjam neked, sem a bűneid sokassága, sem a nagysága nem akadályomban, hogy a kereszt alatt elengedjést az adósságod és lenullázom. A másik akadály, ami kísért az embereket, főleg a vallásos embereket, túl kevés a bűnöm. Hát én nagyon jó ember vagyok. Nem? Hát a faluban úgy tudják, hogy én nagyon jó vagyok. Hát én annyira jó vagyok. Hát én presbiter vagyok. Én pap vagyok. Én gondok vagyok. Én harangozó vagyok. Én mit tudom én, mi vagyok. Hát valami vagyok. Én elhiszem, hogy az egy legnagyobb csoda, amikor megtérnek a papok. Tényleg. Óriási. Nagy csoda. De meg tudnak, képzétek el. Én is megtudtam. 3,5 évig Isten rám szakította a bűneimet, és megmutatta, hogy mennyi mindent követtem a lelki pásztorként ellene. Csak zokogni és sírni tudtam vasárnap hajnalon, hogy Uram, annyit vétkeztem ellened, szószéken, szolgálatban, annyiféleképp. Könyörülj rajta. Két kísértés. Túl sok és túl nagy a bűnöm, vagy hát túl jó vagyok. Ne legyen akadály, jó? Ne legyen akadály egyik se. Gyertek, hajtsunk fejt és imádkozzunk. Köszönöm, Uram, ezt az estét. Köszönöm azt a szeretetet, ami árad a Golgotai keresztről. Egy farizeusról és egy bűnös asszonyról olvastunk. Te mindkettőhöz közel mentél. De csak egyik került közel hozzád. Uram, azért imádkozom, hogy bárhogy is jöttünk ide, hadd találjunk oda a te lábaidhoz. Légy te Úr és Király. Légy te az életünk közepe. Légy a hit életünk, a gyülekezeti vallás életünk közepe.
Légy az imádatunk és hódolatunk kizárólagos tárgya. Bocsáss meg a kimért, kiszámított szeretetünket. Bocsáss meg a patika mérlegen mért jóságunkat és szeretetünket. Bocsáss meg a létminimumot, amit mi éltünk. Mindig azt néztünk, mi az a legkevesebb, amit ő még keresztjének érezhetjük magunkat. Ó, bocsáss meg, Uram! Szeretnénk tanulni a vámszedőktől és a bűnösöktől. Szeretnénk tanulni tőled azoktól, akik nagyon szeretnek téged. Törd meg, Uram, a szívünk keménységét. Könyörülj meg rajtunk, Uram. Maradjunk így meghajtott fejjel. Az Úr Jézus azt mondta egy adott ezen alkalommal, hogy a vámszedők és a bűnösök megelőznek titeket Isten országába. Tudod, hogyha valakinek elengedik a mínusz 500 ezret, az megelőzi a mínusz 50 ezrest, mikor lenullázzák a bűnét. És ez a nő Isten országába előrébb került, mint a farizeus. Ma mindannyiunkat hív az Isten a kereszt alá. Arra helyre, ahol az ő teljes szeretetét mutatta meg, ahol szívét nyitotta meg előttünk a Golgotai kereszten. Van egy olyan ma este, aki úgy érzi, hogy akár farizeusként, akár bűnös asszonyként, bűnös férfiként szólt hozzád Isten, hogy szükséged van rá. Otthon vagy, kérlek, hogy állj föl, hogy imádkozzam érte. Van egy olyan köztet, akiket Isten ma megszólított? És azt mondod, rólam volt szó ma. Velem beszélt az Isten. Van-e, aki szeretne, hogy imádkozzunk vele is érte? Még egyszer kérdezem, bátorítlak, hogy tedd meg. Uram, köszönöm azt, hogy itt vagy, ebben a mély nagy csendben, és beszélsz velünk. Kérlek, Uram, kísérj otthonainkba, és folytasd ezt a beszélgetést velünk, Uram. Egyedül te dicsőségedért, és a mi szabadulásunkért. Amen. Hadd mondjam azt nektek, hogy van lehetőség beszélgetni, imádkozni. Nem, mint hogyha ennek ezen múlna. De hogyha valaki úgy van, hogy úgy érzed, hogy szükség van imában, segítségre. Van itt egy terem, úgy láttam, ahol ki lehet menni imádkozni, beszélgetni. Lesz rá lehetőség az alkalom végén.